Szeretett csomag adományokat hozott Karcagra Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Az adományt Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese vette át. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretetdoboz akciójában vett részt begyűjtő pontként a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat is. Mint Hubai Imre elmondta, Szolnokon a megyeházán mintegy 140 dobozt tudtak már átvenni, de még várják a felajánlásokat. Önkormányzatok, civil szervezetek, pártok is adományoznak a családoknak. Szolnokon a megyeházán eddig mintegy 140 dobozadományt tudtunk átvenni, ami azt jelenti, hogy az egész megye megmozdult, és még korán sem vagyunk a program végén. Még most is várjuk a felajánlásokat. Önkormányzatok, civil szervezetek, sőt pártok is jelentkeztek, hogy a magánszemélyek mellett ők is adományoznának ilyen szeretett dobozt családoknak, elsősorban családoknak, amiben tartós élelmiszer, tisztálkodás és tisztítószerek vannak, amivel megkönnyítjük a családok karácsonyi készülődését, a mindennapokat, és úgy gondoljuk, hogy ezekből az alapanyagokból nagyon finom ételek kerülhetnek majd a karácsonyi asztalra is. December 4-ig várják az adományokat, hogy minden csomag eljusson még karácsony előtt az érintettekhez. December 4-ig hirdettük meg, hiszen ennek van egy komoly logisztikai feltétele, hogy minden adomány eljusson időben még karácsony előtt a címzetjéhez. Itt a megye, az országhatáron belül élők és az országhatáron kívül élő szegény és rászoruló családok kaphatják ezeket az adományokat, mi pedig, ha esetleg december 4-e után érkezne még ilyen doboz, szintúgy el fogjuk jutatni a szeretett szolgálathoz, és a nagy tiszteletű urak majd tudják, hogy kinek kell eljuttatni ezt. Országhatáron belül és kívül élő szegény és rászoruló családok kapják ezeket az adományokat, amelyeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat önkéntesei és koordinátorai visznek el a megyében és a megye határokon túl, valamint Kárpátalján nehéz sorban élő gyermekekhez, családokhoz. Hubai Imrétől azt is megtudtuk, hogy már a fiatalok is segítenek. Egy 12 éves gyermek, aki korábban édesanyjával a jótékony sütemény vására sütött süteményt, és hogy ez most elmaradt, a zseppénzből két csomagot állított össze, de vannak olyan ikerlányok is, akik családja minden tagja nevében készítettek egy-egy szeretett csomagot, s többen a jobbadni.hu oldalon keresztül pénzadományjal is segítik a jótékony akciót. Karcagon a rászoruló családok már beadták hozzánk kérelmeiket, mondta Koncz Tibor. Megszokott módon mindig a rászoruló családokat, a gyerekeket keresünk ezzel. Pontosabban folyamatosan gyűjtjük az érdeklődőket, illetve a kérőket, a kérelmeket, benyújtókat. Azt tudom elmondani, hogy ez a mostani gyűjtés egy klasszikus adventi gyűjtés. A várakozás és a vágyakozás az, ami megelőzte, valóban nagyon sok család már jelezte. Ez egy megszokott program, ez egy megszokott esemény, és nagyon örülök, hogy ebben mi is így részt vehetünk. Továbbá kapnak vállalkozásoktól, magánemberektől, intézményektől is felajánlást, de a megyei önkormányzat most a legnagyobb támogatójuk. Mindenhol ugyanazt tapasztaljuk, hogy akik csak egy kicsit lélekben megindulnak, meghatódnak, azok számára természetes, hogy abból, amiük van, és van, abból szívesen adnak. Többfelől kapunk vállalkozásoktól, magánemberektől, intézményektől, de azt kell, hogy mondjam, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye most a legnagyobb támogató.